Hello mindenkinek, itt vagyok újra az óceán közepén, egy lakatlan szigeten, a Stranded Deep-ben. És már megint egy cápa ólálkodik körülöttem, mindjárt meghalok. Nagyjából egyébként a további létfunkcióim rendben is volnának, de az nagyon nem tesz jót, hogy itt mindjárt a halálomon vagyok, úgyhogy ennem kell valamit, hogy kimaxoljam a HP-t. Legalább teli gyomorral halok meg. Na, te helyeden maradsz. Oké, ezt feltörtük. Azt is feltörtük. És akkor meg tudom inni szépen a feltört kókuszdiókat. Ham-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam. Na nézzük, ez mennyit töltött. Jó, egy csíkot. Jó, ezt eldobjuk. Ebből is szlopálok egy picit. Nagyon finom kókusztejecske. Jó, ezt is odahajítjuk. És akkor ezeket így felszeletelem. Na, aki lemaradt volna az előző videóban, ami úgy közvetlenül az első benyomás videó után készült, eljutottam erre a kis szigetre, felhúztam ezt a kis kalibát, viszont leégtem a napom, mint a disznó, hát jó, most talán így nem látszik, de tehát így néz ki a bőröm, ilyen retkes, hólyagos minden, és akkor hoppá, egy rák. Hát te most szar helyen voltál, akkor ezt most ide föl. Ez az sült rák. Legjobb. Mit is akartam csinálni? Ja igen, megenni a kókuszt. Nyami, nyami, nyami. Finom kókusz. Olyan rég ettem kókusz, gyerekek. Sőt, hát jó, azért nagyon, hát ritka. Kókusz lehet azért kapni, de aztán föl kell nyitni, és na, macerás egy cucc, de ettem azért már, és azért tényleg olyan érdekes. Amikor így tényleg az ember a nyers kókuszt teszi. Tehát nem ilyen reszeléket, meg egyéb ilyen vackokat. Na, majd oda fölmegyek még kókuszért. Na nézzük csak a vitalitát. Most emelkedik a HP-m. De mitől? Amikor, lehet, hogy az éjszaka, amikor így nem süt a nap, akkor így regenerálódik a bőröm. De lehet azért, mert jól táplált lettem, és akkor ezért megemelkedik kicsit a dolog. Na, sül már az a rák. Na, addig elviszem ezt a vödröt. És teleengedjük vízzel. Na, ott megtelik a víz alatt. Nagyszerű. Mi? Egy mikrohang. Megőrülsz. Jó, ezt is oda tesszük. És akkor melegítünk magunknak vizecskét. Megtisztítjuk. Na, hogy állunk kalóriával? Jó. Rákot is eltolom. Jó, és tele a pocak. Már csak vizet kell inni. Sokat. A hold közben lenyugszik. Na, és akkor a mai nap... Hé, a tűz. Mi történt a tűzzel? Na, tessék. Na, lehet, hogy ide még jó. Akkor ezt begyújtjuk. És akkor forraljuk még a vizet. Hát, azt a faanyagot sajnos elhasználtam. Nőnek a lyukkák. De ha jól emlékszem, volt itt még valahol egy ilyen krumpli. Termőbokor, döglött rák, ne is figyeljetek oda rá. Ez az krumpli növény. Az lenne jó, hogyha ezeket el lehetne ültetni, és egykor egy ilyen kis gazdaságot kialakítani így a szigeten. Az azért úgy nagyon adná. Meg nem tudom, hogy ez a ház, ez vet valami árnyékot? Mert kéne, de itt nem látszik. De nekem sincs mondjuk árnyékom, tehát így a világ dolgai közül csak a kezemben lévő tárgyaknak van árnyéka. Na, hogy állunk? Hö! Azt a nem jóját! Akkor tényleg az a... Az tölti a HP-t, hogyha jól táplált vagyok. Mód? Mi ez? Set. Na, 108.0 Fahrenheit, napos idő, április 19, 3 napot éltem túl. Remek, reggel 7 óra van. Na, mikor készül a lavedőr?
el kéne menni ide a hajóroncshoz. Ja, ott van. Csak közben itt folyamatosan valahol itt ólálkodik egy cápa. Ja, ott úszik. Látlak ám, látlak ám. Két szemem rajtad. Na, közben egy újabb rák órálkodik errefele. Remek, 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 remek. De az is lehet, hogy át kéne úsznom egy közelebbi szigethez, mondjuk ahhoz. És körbenézni, hogy ott mi újság. Azt hiszem onnan, arról a szigetről jöttem az előző videóban. Azt hiszem. Jó sokáig forr az a víz. Na jó, hát akkor addig történjen valami. Szerintem, na álljunk csak, itt kipakolom a fölösleges holmikat. Jó, megeszek egy krumplit. Ez a menürendszer még olyan furi nekem. Jó, ide szépen betöltöm a krumplikat, meg a kis cuccot. Jó, meg szerintem az öngyújtó se fog most kelleni. És akkor elmegyek egy beszerző körútra. Az viszont tetszik, hogy így odarakja mindig a cuccokat a legelső körhöz. Vagy hát így folyamatosan az inventory így telik. És átrendeződik. Na, itt van a csónakom. Hát nem megyek csónak nélkül el oda. Majd azt hittétek. Ja, nem, nem szét darabolni akarom a csónakot. Na, lássuk. Tengerre fel. Itt a korallzátonyon. Jaj, csak a nap szét ne égesse megint a testemet. Annak nem örülnék túlságosan. Jó. Cápa sehol. Remek. Na jó, hát akkor Csobi hápi. Hoho! Na, előkapom azért a kis baltát. Na nézzük, mi van itt a hajóroncsban. Ó, egy ragasztó szalag, az jöhet. Mi van még itt? Zsebkés, az is jöhet. Ez, ó, egy kalapács, egy ipari kalapács, és még egy zsebkés. A kis kés itt neki. Van itt még valami? Mondjuk itt az ágyon, vagy valahogy itt a sarokban, de úgy tűnik sehol semmi. Jó, menjünk csak föl, mert itt megfulladunk. Jó, cápa sehol. Akkor nézzünk még itt körbe a hajón. Agyon velem egy evezővel a cápát. Ezt a hajót nem tudom így elevezni. Nem, sajnos. Ide vajon beférek? Be. Oké. Na nézzük itt mit találunk. Még egy vödör. Hát az nem fog kelleni. Konzol. Az sem. Egy teli vödör. Na, itt viszont... Ó, még egy kis balta, meg egy karburátor. Wow. Itt pedig morfium. Jó, hát a vödör az most nem kell nekem. Ez mi volt? Kabinet. Mit nyitogatok? Aha. Érdekesek itt ezek a holmik. Van itt még vajon valami? Locker. De... Ja, ez csak ez lesz. Hát akkor nem tudom. Itt szerintem kifújt ez a hajó. Próbáljunk meg kijutni. Itt nem jutunk ki. Na, akkor itt. Na, ugorj ki. Ugorj ki. Na, nem tudok kimenni. Hello! Na! Hát ez nem igaz. Csapdába estem a hajóban, segítség! Jézusom, is itt a cápa! Jó, jó vagyok én itt, akkor inkább itt maradok. Hé, jaj! És csökkennek az életfunkcióim! Ki akarok menni? Csapdába estem egy hajóba! A bugos hajóba! Azaz, kim vagyok! Jézusom, de itt a cápa! Ne, vissza akarok menni!
Úristen, 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 egy tigris cápa. Remélem csak egyedül van, és elég agresszívnak tűnik. Na megállj, te rohadék, tűnés. Hes. És ez itt alattam körözik. Leütlek a taxi órát. Jó, legalább levegőn bánja kell vele. Hogy állunk életfunkcióval? Tudjátok mit? Ha jól van! Nesze! Ne meneküljél, te! Kopasz! Nesze, ez már fájt neki, ezt érezte. Na most jön vissza. Na most ki az agresszív? Ki az agresszív? Van ez a kép, tudjátok, hogy egy baromi nagy fehér cápa, és mellette egy búvár, és akkor kép aláírá. Mi, már ketten vagytok? Jézusom, na jó, akkor jobb szégyen a futás, de hasznos. És akkor kép aláírás. A világ legfélelmetesebb ragadozója. Mellette egy békésen úszkáló fehér cápa látható. Na jó, menjünk ide föl. De hol a létrája ennek a vacaknak? Két cápa köröz. Na, menjünk már föl. Na végre. Na jó, akkor vissza. Vissza. Na, azért két cápával nem fogok itt vagánykodni. Jó, ide a sekély vízbe már nem jönnek, remélem. Csak ez a kíváncsi. Meg a haverja. Ezek szaporodnak? Ujjaj. Valamit nem ártana ennem. Na jó, nézzük. Mit adott nekem a sziget? Jaj, de szép kék a tenger. Jó, egy kókuszdió. Jó, ezeket a fákat nem tudom feldarabolni. Úgy tűnik nem. És közben ez a parazene van mindenütt már. Idegeimre megy. Na jó, hát akkor egy kis kókuszdió evészet. Nem, morfium az nem kell. Na mit csinál a morfium? Nézzük csak meg. Törött csontokra jó. Hát, mivel nekem még egy csontom se törött el, csak leégtem, mint a disznó, ezért ez nem lesz jó. Sajnálatos módon. Oké, na nézzük, mi van itt. Karburátor, hát ez nem fog kelleni most nekem. Ide bedobok mindent a közösbe. Jó, kalapács. Hát most ez se sokat tudok most kezdeni per pillanat. A morfium sem jó, nem törött el semmim sajnos. Ez meg remélem kész, mert meg fogom inni. Jó, ittam belőle sokat. Aha! Jó, ezt ide lerakjuk. Hát ez lehet kiömlött. Hát folyamatosan ömlik belőle a végtelen vödör történetét látjuk. Never ending bucket. Ja, de ez jogvédett. Akkor inkább nem énekelek. Meg jobban is jártok vele szerintem. Ó, hát itt még kókusz hegyek vannak, kérem szépen. Hát akkor ezt itt bedaráljuk, ahogy annak rendje és módja szerint. Ja, és kettő darab ilyen ásón van. Vagy mi ez már ásó? Kis balta. Na. Hát teljesen meghűlök ezen a szigeten. Na jó, mivel itt nem akarom kiirtani a pálmákat, ezért a következő projektem az lesz, hogy szépen átevezek egy közelben lévő másik szigetre. Hát melyik van itt közelebb? Nézzük.
Hát ez ugye elég messzinek tűnik, az is. Nézzünk csak itt körbe még. Hát az sincs valami közel. Mindegyik sziget rohadt messze van. Na mindegy, hát akkor tengerre fel. Cápák csak eltakarodnak elő vagy utóbb. Na jó, hozzuk ezt a csónakot. Majdnem jó. Hát remélem, hogy nem az a sziget volt az, amelyikről jöttem. Mindenesetre akkor oda átevickélek. Jó, tengerre, tata! Menjünk. És most megint egy 2 perces evező szekvencia következik, de muszáj vagyok átmenni fáért. Jó, kitartok így egy darabig. De a HP-m az folyamatosan csökken. Most azt írtátok, hogy kell majd kötszer, meg fertőtlenítő, meg már a morfiumot találtam. Tehát a drog az elsődleges. Itt már drogot rögtön találtam a szigeteken. Hé, miért tűnt el a sziget előlem? Köd van, vagy mi? Na jó, lassan kiérek a sekély vízből a mély vízbe. Aha, tehát onnan jöttem. De... jó, hát menjünk arra, jobbat most nem tudok. Eltűnt a szigetem. Majd valahogy meg kell jegyezni, hogy melyikről jöttem, mert akkor itt fogok keresgélni, hogy melyik volt az én szigetem. Az az én szigetem. Mi a... az ott egy baromi nagy cápa, ha innen ekkorának látom. Na jó, menjünk tovább ott a ködbe. Ezt tudom, hogy kétfajta cápa van, egy nagy fehér cápa, meg a bika cápa, vagy mi az, tigris cápa. De remélem, hogy még majd hozzá fognak adni egy 2 extra cápa féljeséget. Ujjjjj. Na jó, menjünk csak nagyon gyorsan. Az a sziget a ködbe vész konkrétan. És ahogy nézem, a cápa is a nyomomban van. Csak föl ne borítsa a csónakomat, mert akkor az úgy vicces lesz. Ó, és én most a cápa felé evezek pont. Az szép. De jó. Hol van a szigetem? Jó, az volt az én szigetem még mindig. Ú, de nehéz lesz itt orientálódni. És a lehető legjobbkor kezdek el evező túrát. Jó, azért nagyjából még megmaradok. Na itt már megint valami sekély víz van, viszont irtózatosan nagy köd. Na, ott van a sziget, látom már, látom már. Nem szeretném otthagyni a cuccaimat, mert azért elég szép rakást így gyűjtögettem ott össze. Na, hoppá! Megjelent a sziget hirtelen. Aztán tuti, ez lesz az a sziget, ahol elindultam. Fogadjunk, amekkora mákon van. Viszont kell találnom még valami orvosságot, mert folyamatosan csökken a HP-m emiatt, a leégés miatt. Nincsen valami, nem tudom, fájdalomcsillapító ebbe a játékba, vagy hogy hívják már? Fenisztil, ez az Fenisztil gél. Most a reklám volt. Na, megérkeztünk, hoppá, és ott van már egy roncs, az jól kezdődik. És ott a cápa is baloldalt, ott úszkál szépen. És lassan lemegy a nap is. Ó, egy ilyen homokpadot találtam magamnak. Úszik valami. Ja, azok az árnyékok. Fa árnyékok. Onnan jöttem? Hű, azt a nem jóját, jó messze. De aztán lehet ez volt az első sziget, ahonnan elindultam, ki tudja. Hát, aki akarja visszanézni a videót, aztán meg tudja. Na nézzünk körbe, nincs-e itt valami használható. Jó, egy fa. Még egy fa, remek. Még egy fa. Kellene valami ehető.
Mi ez a hang? Kéne itt kókuszt akkor lékelni. Hát de itt erről a kis kókusz, vagy pálmáról leszedek egy-kettőt. Hármat. Négyet. Jaj, de nem ásszunk már fel, könyörgöm. Meghaltam egyszer, hogy így nem tudtam lejönni. Még ez a famászás része nagyon bugos. Egy. Kop. 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 Na jó, szlopáljunk, mert vészesen megy le a... az értékünk. Oké. Megittam. Ezt is megittam. Jó. Most jól vagyok lakva, mint a disznó. Egy. Kettő. Három. Jó. Na, közben itt bejárom a szigetet, hát ha találok itt még valami érdekeset. Na tessék, még teljesen jól se raktam ennyi kókusztól. Krumpli. Na, elrágcsálok egy kis krumplit. Viszont lement a nap. Nincsen hajóroncs. Hát ez a sziget nem nyert, mondhatjuk. Na nézzük csak, mi van itt nálam. Akkor, ha más nem, rohadt sok fát kéne szereznem. Meg pálma leveleket, legalább eljöttem idáig. És ezeket a fákat meg nem lehet kivágni, mi? Ezeket nem. Csak a pálmákat. Ó, hát akkor kivágom ezt a szép nagy pálmát, és ebből jó sok faanyagot fogok tudni szerezni. És akkor hazaszállítom. Na, gyere. Ó, egy kő is van. Kő sem volt már nagyon a másik szigetemen. Aztán ki tudja, na. Legalább a holdfénybe tudok itt munkálkodni nyugodtan. Egy egész fát vajon elbír a csónak? Nézzük már meg. Viszem a fát, visz... Ó, de jó erőben vagyok. Azért egy ilyen jó 50 kilós fatörzset így nagyon nagy könnyedséggel mozgatok. Hát Hoppá. Na jó, hát ezt nem fogja elbírni valószínűleg. Nézzük meg, hogy itt van-e valami érdekes. Bár ahogy nézem, semmi nincsen. Ez egy tengeri csillag. Ez valami moszathínár cucc. Jó, hát akkor faanyagot viszünk vissza. Melyik volt az én szigetem? Az ott a távolban? Jó, ezt a fatörzset itt lehámozom. Jaj, de kár, hogy ezt nem bírja el a csónak. Kéne valami nagy szállítóeszköz. Jó, még három fa törzs és pálma. Jó. Hát ez a játék úgy tűnik, hogy ilyen, hogy át kell mennünk szigetről szigetre, és akkor onnan viszonylag limitált nyersanyagot tudunk hazaszállítani. De tetszik. Meg az építkezés is, tehát hogy így oda kell tennünk egybe, és csak úgy tudjuk így lecraftolni a dolgokat. Ehhez már csak tényleg annyi hiányzik, hogy legyen valami animáció, hogy ott éppen ott a csávó így heggeszti a dolgokat, meg így összerakosgatja. Jó, ezt a kókuszt is megisszuk. Eldobjuk.
Jó, tele a pocak. Jó, ezt is eldobjuk. És egy szellem ott henteli a izét, a kókuszt. A kizsértett fejsze. Szellemes sziget. Jó, szerintem így elég cuccot szedtem össze. Na nézzük ezt. Jó. Na még egy fa rönk. Ezt már nem bírjuk el. Jó, akkor egy rahedli fával megrakodva elindulok vissza, de még kettő farönköt hátha találok. Nem lenne rossz. Csak valami annyira csökken folyamatosan a HP, és még mindig le vagyok égve. És ez nem múlik el magától? Mit tudom én, ha egy kicsit nyugtatom a bőrömet, és nem megyek ki a napra, vagy nem tudom én. Valamit nem csinálok, amit csináltam. És rossz volt nekem. Aj, itt sincs semmi. Tengeri csillagok. Jobbra, meg balra. Fa. Farönk. Jó, akkor ezzel hazamegyek. És akkor egy ilyen jó kis anyagbeszerző körút volt ez. És talán találok, na ott van még egy farönk, nagyszerű. És akkor ezzel tele is van a tatyóm, a kezem, meg mindenem. Akkor induljunk el visszafele. Az volt az én szigetem szerintem. Na jó, hát akkor evezzünk. Így. Hajnali egykor, kiváló időzítés egy jó evezőkörtúrára. Szerintem napfelkeltére meg is érkezek. Viszont majd meg kell jegyeznem, hogy ezen a szigeten már voltam. És ha így belegondoltok, a játék ezeket a kis szigeteket és a köréjük tartozó vízt, ezt mind-mind procedurálisan generálja, tehát végtelen óceánon vagyunk jelenleg. Bármi megtörtént. Na, ott mi van? Hogyha, mi ez a hullámzás itt alattunk? Na, közben vadul kattingatok, de nem baj, nem baj. Ott valami nagyon hullámzik. Remélem nem egy cápa. De az is lehet, hogy van lent valami roncs, de én így a sötét vízben le nem megyek érte, az hódziher. Nem vagyok hülye teljesen. Nem, ez egy helyben van. Van ott lenn valami? Vagy mi van ott? Na jó. Nem hagyom, hogy itt holmi bugyborékolás eltérítsen célomtól. Megyek szépen vissza. Ó, azért ott vannak szigetecskék. Melyik volt az enyém? Vagy esetleg az volt, de... Tehát ez csak így a kepenyő szélén tűnik olyan közelinek, ha evezek tovább, vagy így felé nézek, akkor rögtön távolabb rakja a gép. Fene a belét. Na mindegy, megyek afelé a sziget felé most már. Maximum pár szigetet meglátogatok, mire visszatalálok haza. Vagy pedig hát buktam a készleteimet. Na gyerünk, evezzünk. Jaja, az lesz, az lesz. Nem így. Hát elég csúnyán cseréli le a szigeteknek a textúráját, meg a skinjét a játék. Tehát egyszer csak még, tehát egyik pillanatban még távolinak tűnik a sziget, aztán hirtelen ott lesz előtted. Gondolom, amikor így a zónák határát átlépik, akkor rendesen betölti, és a másikat pedig így visszalakja távoli képnek. De ez lesz az én szigetem, ja, ott az a kicsi szigetecske. Na, mindjárt hazaérek, kérem szépen. Sok kis halacska itt úszkáltam. Mi az ott? Mi? Van ott még valami hajóroncs, ami elkerülte volna a figyelmet? Vagy ez az a hajóroncs, ahol az előbb merültem? Ha megnézzük, vagy ezek csak sziklák? Nemes egyszerűséggel. Ja, ezek csak sziklák. Jó. Majd már mennyit kell kattingatni, ez borzasztó.
Nem lehetne valami vitorlát felszerelni, vagy valami hasonló? Mit tudom én? Pálma levelekből szövünk vitorlát, vagy lyukkából. Most megindult a zene, nem tudom miért. Na, visszatértünk. Remek, 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 itt vagyunk, itthon vagyunk végre valahára. És kinőtt a krumplibokrom. Ó, a jó kis krumplibokor. Jó, szerintem akkor ezeket így kidobálom. Most jó sok fát hoztam haza. Ebben majd fogok tudni építkezni. És gyorsan nő itt a krumpli, he! Valami biológiai kísérletet folytattak a krumplikkal. Ilyen gyorsan nőnek. Na nézzük, mit tudunk itt még kipakolni. Jó, ezeket is szépen így ide. Ezeket is ide. Mint egy raktár. Üdv a zsufniban, na mit tudunk csinálni? Egy ágyat. Ágyikó. Hát miért ne? Kell egy ágy. Ide szépen. Ide a tábortűz mellé. Jaj, de jó. És csak este tudunk aludni. Hát milyen dolog ez? Én most vagyok fáradt. Jó, pálma leveleket is ide. Mit tudunk még csinálni? Semmi mást. Ó. Viszont itt akkora kupi van már. Jó, na mit tudunk ebből csinálni? Falat, alapot, tetőt. Na tudok még csinálni egy alapot, azt mondod? Vagy egy falat. Amíg van egy-két jó falat, egy jó falat, az csak akad. Mi? De miért nem tudom folytatólagosan, amikor én ide szeretnék egy hatalmas nagy ilyen erődöt? Hát ezt nem hiszem el. Jó, azért. Azt hittem már, hogy az összeset így be kell áldoznom. Hát de jó lesz ez így három darabbal is. Jól van. Ezt oda, oda. Azt meg oda. Na mit tudok én itt még kezdeni magammal? Na nem csak ezt a követ feltöröm, mert tudom, hogy fel lehet törni a követ. Jó, ketté törni. Vagy mi? Ha ez az, erről van szó. És tudok belőle csinálni lándzsát, ez az. Remek. Akkor már ez is megvan. Ezt is ide teszem a raktárba. És hol a lándzsám? Hol a lándzsám, kérem szépen? Valahol itt kell legyen, itt a sustyásban. Mekkora kupleráj van itt, Jézusom, közben már egy cápa már megint köröz. Valahol. Mi ez? Esőre áll az idő? Hát az érdekes meglátás, az órám meghűlt. Ezek szerint. Na jó, valahol itt kell lenni a lándzsámnak. Ez az itt a lándzsa. Na nézzük csak. Voilà! A lándzsa. Menjünk csak ezzel halászni. Hát valami kis halat el tudok ejteni. Vagy egy cápát, az is jó nekem. Na, pi-pi-pi-pi, hol a cápa? Vagy hol vannak a kis halak? Aha! De ez most hogy próbálja meg ledöfni ezt a halat? Oh! Siker! Ez az. És leszedjük. Oké, lett nálunk egy... hát nem éppen ilyen halat fogtam, de mindegy. Egyre szarabbul vagyok már megint. Na jó van, fiúk, lányok, viszont
Én most ezt a videót itt hagynám abba. Köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy jól éreztétek magatokat, és tetszett ez a kis prezentáció. Hát alakul a történet, igazság szerint még mindig le vagyok égve, mint a disznó, ahogy látjátok a bőrömet, de talán sikerül valami ellenszert találnom erre a problémára. Valami rákfészek. Hola! Wow. Az kemény. Mindenesetre ez volt a Stranded Deep, és találkozunk legközelebb, hát ha sikerül találnom egy másik szigetet, ahol találok valami fertőtlenítő, sterilizáló, bőrnyugtató, aloe verás, csuda biztos, csudi jó krémet. Köszönöm szépen akkor a figyelmet, sziasztok!